Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Karácsony Gergely főpolgármester, miniszterelnök jelölt, jelölt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a Köszönöm a meghívást. Főpolgármester kezdjük ezzel az unalom még ismételt kérdésem, mivel érkezett ma ide a stúdióba? Helikopterrel jöttem, elkértem a tony hogy gyorsabban tudja közlekedni. És hogyha a viccet félre tesszük, autóval? Autóval jöttem, és mellékáltatára mutatja, hogy 20 perc hamarabb érkeztem, mint hogy terveztük. Ebből is látszik, hogy azért lehet a városban közlekedni. Még akkor is, hogyha megköszönöm innen is minden budapesti türelmét, mert nagyon sok felújítás van a városban, hiszen a hármas metró középső szakaszának a felújítása miatt ugye sok helyen buszok közlekednek a metró helyett, illetve az alsó rakpart megújítása is elkezdődött, és azt kell mondjam, hogy megyünk tovább, hiszen a lán, hamarosan a láncidat is le kell zárnunk, az autóforgalom elől és abból is a is indul. próbáltam minden nyára Összpontosítani a nyári szünetre, de köszönöm mindenkinek a türelmét, és ebből is látszik, hogy Budapest fejlődik. Ezt azért kérdeztem, hogy mivel érkezett ide a szerkesztőségünkben, mert hogy Holik Istvánnak volt egy posztja, amelyben már ugye tragikus állapotokat emlegetett a budapesti közlekedés kapcsán, hogy megfontolták-e esetleg azt, hogy ugye most nagyon sok fejlesztés összeért a városban hogy esetleg a biciklisávokat csökkentik annak érdekében, hogy esetleg egy kicsit az autós közlekedése most erre az átmeneti időszakra lehessen könnyíteni. Hát az az igazság, hogy ha ez érdemben bármit befolyásolna, akkor ekkor meg is fontolnánk, de azért ezt kötve hiszem. Tehát így a belváros kapcsán azt gondolom, hogy, csak a nagy vannak olyan kerékpársávok, amiket befolyásolnák, és szerintem az érdemben nem változtatna a helyzeten. tudom, hogy hogy vannak ilyen kézenfekvőnek tűnő egyszerű megoldások, csak az élet sajnos bonyolultabb, és általában az egyszerű és egyszerű válaszok azok rossz válaszok is. Tehát én, 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 azt gondolom, hogy ezt érdemes újra gondolni, de ez nem fogja ezt a helyzetet befolyásolni. Tehát egyszerre kell nélkülözünk a rakpart bizonyos részét a láncidat. Igazából azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy ezen szerintem érdemben a kerékpársávoknak a visszacsinálása semmit nem segítene. Viszont azzal megint azt a hamis látszatot keltjük, hogy hogy az olyan magától értetődő egy, 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 belvárosban, hogy lehet autóval közlekedni. Nekem ez a, ez a Hollék István poszt azért volt egy ilyen, hogy mondjam, ilyen csebben a tenger, mert ugye arról van szó, hogy 500 métert akart megtenni autóval, de akkor esetleg mennyi gyalog. Tehát, és ezt nem, nyilván tudom, hogy nagyon sokszor nem lehet gyalogolni, én is autóval jártam, hiszen nekem most a negyedik székhelyem, vagy a színhelyemen vagyok ma a városban, elég, elég pörgős ez a nap. Tehát tudom azt, hogy, hogy a városnak természetes része az autó, de az, hogy a belvárosban 500 métert nem tudunk megtenni autóval, és ez megér egy Facebook posztot nekem, ez, nekünk, ez szerintem ez egy, ez egy, fontos visszajelzés, hogy néha egyszerűbb, hogyha az ember tudomásul veszi, hogy amikor, amikor éppen a, az ország legnagyobb közlekedési infrastruktúráit a hármas metrónak a legsz, Leg, leg, legfontosabb szakaszát felújítják, hát az ott félmillió ember utazik, akik most a felszínen közlekednek. Tehát ez, ez nem oldja meg azt, hogy a van -e párásában a nagy körúton, ami egyébként jellemzően ugye parkolósában megy, tehát igazából plusz kapacitást nap sokat nem jelentene ez. A közösségi közlekedési szokásai mellett a kormánypárti sajtót mostanában a nyelvtudása nagyobb. Wow! Nagyon örülök, hogy már túl leszünk ezeken a rendkívül ponton. Micsoda Parádés átkötés. Volt. Igen, a, igen, igen. A kormánypárti sajtót nagyon érdekelte az ön ö, angol nyelvtudása, hogy ö, főpolgármester Kedése és a miniszterelnök jelölt jelölti kampánya mellett mennyi ideje van, hogy fejlesz -e a nyelvtudását ilyen tekintetben? Nézd, én azt tudom, hogy, hogy, Angela Merkel német kancellár lett, és akkor tanult meg angolul, amikor már megválasztották kancellárnak, úgyhogy én ezt a példát szeretném követni. Nem akarom ezt elvétszelni, nyilván ez egy, a haza egyik legfontosabb ügye az, hogy nekem milyen típusú nyelvvizsgálom van, és az mikor tartálódik. Nyilván minden fideszes politikus tökéletesen beszél angolul, és, és, csak én maradtam le ebben a versenyben. Nem akarom ezt elinorizálni, kezeljük ezt a helyén. <síng> De ez azért lett fontos egyébként, tehát azért volt ez egy ilyenfajta ígéret, hogy jó, akkor majd beiratkozom, és akkor majd egy nyelviskolába, és akkor majd komolyabban fogok foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert a kormánypárti sajtóban támadták emiatt, vagy azért, mert ön is szükségességének érzi azt, hogy, hogy ilyen tekintetben, hogyha esetleg miniszterelnök lesz önből, akkor azért a nemzetközi porondon is meg kell állni a helyét. Hát egyrészt a nemzetközi porondon, én bocsánat, de én elég jól megállom a helyem, tehát szerintem olyan nemzetközi kapcsolatrendszer politikusnak, mint nekem nem nagyon van másnak. Ezt tudom, hogy ez egy ilyen nagy képű szövegnek tűnik, de de hát az a helyzet, hogy én, néhány néppámban én is azt hiszem több európai miniszterelnökkel fogok találkozni, főpolgármesterként egyébként. E, és valójában az, hogy a lakánymédia ezen pörög, az egy súlyos ellenérv, hogy én ezzel foglalkozom. Én ezt korábban is eldöntöttem, és már korábban elkezdtem. Tehát ez van bennem annyi tanulási belső motiváció, amit nem sikerült leverni ezekkel a, ezekkel a rendkívül primitív cikkekkel. Tehát én ezt eldöntöttem ettől függetlenül, sőt ennek ellenére csinálom. Az angolozás mellett a kínaival is kellene foglalkozni. Ugyanis... Erre nem tennék ígéretet, azért nagyon nehéz nyelv. <laughs> a kínai csak azért hoztam szóba, hiszen a múlt héten volt egy <laughs> demonstráció, ahol ugye a Fudán Egyetem ellen és a Diákvárosért szervezték a tüntetést, és ott ugye arra tett ígéretet, hogyha 2022-ben ő lesz a miniszterelnök, vagy bármely más ellenzéki aspiráns esetleg sikeresen <laughs> veszi ezt az akadályt, akkor semmiképpen nem fog megépülni a Fudán Egyetem, és hát ugye akkor ezt kínai nyelven kell majd közölni a szereplőkkel. Igen, és azt a levelet, amit az ellenzéki miniszterelnök jelöltekkel közösen írunk, a kínai kormánynak már nagyjából el is készítettük, most készül a, a kínai fordítás, csak azért, hogy világosan értsék a szándékaid. Nagyon fontos az, hogy ez az egész Fudán történet, ez valójában egy olyan ügy, ami sem Magyarországnak, sem Kínának különösebben nem az érdeke. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy a kínai államot ez olyan nagyon érdekli, hogy lesz-e Fudán Egyetem. Szerintem nem érdekli. Magyarországnak meg nem szolgálja az érdekét, tehát uh, most gondolj bele de a, csak ma, hogy... az, hogy hogyan érkezik ide az országba, tehát az, hogy a magyar adófizetők fizetnek ezért egy hitelkonstrukcióban, vagy az is a probléma, hogy egyáltalán egy külföldi, egyébként nagyon neves egyetem ide Magyarországra. Csak az a probléma, de ez a csakot azért tegyük izvőjebb, ez 500 milliárd forintról beszélgettünk. Tehát a, az ELTE vagyona, a magyar egyetemek közül a legnagyobb vagyon, az én ismeretem szerint, az nagyjából olyan 50 milliárd forint. Ennek a tízszeresét hoznák létre, a magyar adófizetők pénzéből, valószínűleg egyébként hitelből, de első, hogy mondjam, a piacinál könnyen lehet, hogy, 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 nagyobb kamat felár mellett, és cserébe a magyar állam nem kapna semmit. Tehát én megmondom őszintén, én azt hiszem leesek a székről, amikor Parkovics miniszter voltunk, Baranyi Krisztán a Ferencvárosi Polgármester asszonyjal, ahol a miniszter úr minket arról, hogy mik a tervek a beruházás kapcsán ahol a tervek azok úgy néznek ki, hogy létrejön egy vegyes vállalat, amit gyakorlatilag a kínai fél vezetésével, tehát ők nála vannak az irányítási a menedzsment jogok, egy vegyes tulajdon jön létre. Tehát mi berakunk 500 milliárd forintot, és a végén kapunk egy vegyes vállalatot, amit a kínaiak vezetnek. És kapunk egy magányegyetemet, ahol 3 millió forint az éves tandíj. Tehát hogy ez, ez miért éri meg a magyar adófizetőknek? Önnek miért éri meg ez 50 ezer forintot? De. Csorolhatnám az összes többi magyar állampolgár, tehát nem hogy csak ez a baj, ez a baj. Tehát hogyha a Fudán azt mondaná, hogy ő szeretne Budapesten egy kampuszt nyitni, meg nyitnak az európai piacokra, halleluja, jöjjenek, jöjjen más is, tehát én ennek tényleg őszintén örülök. Tehát amiről beszélgetünk, az két apróság. Az egyik az, hogy Magyarország legértékesebb telkén valósul ez meg ez a beruházás. Tehát ne felejtsük el, hogy a, egy ilyen Dunaparti telek, többségében köztulajdonban lévő terület, állami önkormányzati, ezen belül fővárosi és Ferencvárosi önkormányzati tulajdonban. Ez az egyik, másrészt pedig be akarunk tolni csak a beruházásba 500 milliárd forintot, majd utána valószínűleg a az üzemeltetésben is kell majd a fizetői pénz. És mit kapunk mi cserébe? Semmit. Tehát ez, ez nem egy olyan jó üzlet. Hát ugye a, más, a, másik oldalnak az érve az, hogy ide jön egy nagyon a egyetem, nemzetközileg elismert oktatók fognak tanítani, részben külföldi diákok lesznek itt, akik majd nyilván a különböző budapesti szolgáltatásokat Persze. igénybe fogják venni. Tehát, hát, hogy de, nyilván de ez, ezek azért... ebből származó hasznok, ezek, ezek, ezek elmaradnak attól, mint amennyibe ez kerül. És hát ugye ilyen szempontból az ember akkor megrökönyedik, hogy akkor ez önmagában nyilván nem éri meg, de akkor mi van még? Tehát milyen, milyen, gazdasági, politikai, ö, ö, hogy mondjam, a háttér együttműködéseknek ez egy ilyen zászlós hajója. Ugye egy, 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 egy közgazdász, Mike Károly mondta egy interjúban, hogy ez az eljegyzési gyűrű Kínának. De ezt nem lehet máshogy értelmezni. És ez személyesen önnek problémát okoz? Tehát az, hogy... hát Nekem személyesen nem okoz problémát, a magyar nemzetnek okoz problémát, ezen keresztül Jó, de akkor, akkor értelmezzük ugye a kérdést, hogy mondjuk ön lenne a miniszterelnök a kelet Ugye az ellenzéki oldalról nagyon sok kritika éri a kormányt a keleti nyitás politikájával kapcsolatban, hogy Oroszországgal és Kínával, ugye a pragmatikus együttműködésen túl és gyakran politikai együttműködéseket is kötnek. Hogyan néznek ki az ön politikájából a szempontból? Tehát mondjuk a kínaiakkal, ami azért tényleg egy világhatalom, mind gazdasági, mind politikai értelemben azért elég jelentős befolyása van, milyen kapcsolatokat ápolna velük? Mert ezek után biztos nehéz lesz azért jó kapcsolatot ápolni. Hát igen, de ugye ez a konfliktus nem miattunk van. Tehát hogyha a kormány nem erőltet rá Budapestre és Magyarországra egy ilyen őrültséget, ami nyilvánvalóan csak annak jó, aki valahogy a tűz van és csúrványcseppel, nem tudok másra elképzelni, akkor nincs ez a konfliktus. De, de hát csak azért, hogy hogy, hogy, hogy is mondjam, csak azért, hogy jóba legyünk nagy hatalmakkal, azért, azért, azért nem tudunk nem felhánytolgatni a magyar kormánynak a disznóságait. És én ezen a bizonyos tüntetésen elmondtam, hogy mi nem a kínai állam ellen tüntetünk, bár egyik adott esetben vannak közöttünk óriási különbségek, hogy hogyan gondolkodunk emberi jogi kérdésekben, de hát azért, bocsánat, Magyarország nem az a nem az az ország, ami önmagában, meg a magyar ellenzék, ami önállában megállítja mondjuk a, a, a Kínát a, 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 demokráciától elfelevezető úton, tehát ez nekünk nem ilyen ambíció nincsen. Mi a magyar kormány ellen tüntetünk, egy olyan beruházás kapcsán, amiről egyébként nekem az a mély benyomásom, hogy valójában a Kína számára tulajdonképpen érdektelen. Tehát egy kínai aspektusban nézve azt, hogy van-e Budapesten a Fudányi Énök egy kampusza, azt szerintem nem egy nagy, nem, nem egy nagy tételbíró kérdés. És ugye azt kell látnunk, hogy ebben a bizonyos keleti nyitásban mit kapott eddig Magyarország. Kapott két szuper nagy beruházást, ugye a Paks 2 beruházást, és a, és a belgrád budapest vasútvonalat, ugye most a Fudán a lenne a harmadik, de nézzük a másik kettőt. Mit tudunk ezekről? Semmit. Ugyanis ezek a megállapodások, ezek a nagy beruházások olyan titkos nemzetközi szerződésekben vannak lefektetve, hogy amit a magyar köz nem ismer. Na már pedig jó magyar szokás Sőt, még azt is titkosították, hogy mi egyáltalán miért titkos egy ilyen Hát beruházal. igen, igen. Na most, hogyha ez olyan nagyon szuper, nagyon jó, a magyar gazdaság és a társadalom szárnyal ezektől a beruházástól, hogy ez nekünk rohadtul megéri, mert ez a, ahogy annak idején a fideszesek fogalmaztak, ez egy, ez egy, ez egy szuper, mit is mondott Lázár János, a lottó ötös nekünk, vagy valami ilyesmi, akkor miért kell ezt eltitkolni? Igen, csak ugye a másik oldalon meg az mindig egy jogos kritika lehet, hogy nyilvánvalóan, ameddig a Fidesz ellenzékben volt, addig a transzparencia számára is fontos volt, de aki mindig aktuálisan kormányon van, az az ilyen nemzetközi szerződéseket igyekszik mindig eltitkolni, és hogy mi a garancia arra, hogy a Karácsony Gergely vezette kormány majd transzparensebben fogja -e csinálni a Hát egyéb. nézze, én azt tudom erre mondani, hogy az, hogy mások ibáztak, abból miért következik, hogy én is ibázni fogok. Tehát ö, én, én, azt gondolom, hogy a, az, ami a közérdeket szolgál, arra a, 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 kormánynak büszkének kell lenni. Ha valamire a kormány nem büszke, hanem eldugja, és még azt is titkosítja, hogy miért titkosította, ott valami rohadtul nem stimmel. És ugye a PAS 2 kapcsán annyit tudunk, hogy ezzel a technológiával egy atomerőmet építettek Fehér egy napig működött. És utána le kellett kapcsolni biztonsági okokból. Tehát és az olyan... én, 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 én azt gondolom, hogy ez valójában nem pragmatikus együttműködés, amit a magyar kormány mondjuk a keleti nyitás politikájával csinál. Mert ez, hogy a pragmatikus együttműködés az arról szól, hogy mind a két fél jól jó jár. Miért jár jól Magyarország azzal, hogy orosz hitelből megépítünk egy egyébként vitatható technológiai atomerőművet, úgy, úgyhogy titkosodunk mindent. Miért, miért jó nekünk az, hogy Magyarország építi meg azt a vasúti vonalat, ami kifejezetten ahogy a kínai kereskedelmi tevékenység fokozását illeti, ami a kapcsán egyébként nekem nem most a, tegyük félre az egész kínai, kínával kapcsolatos bármilyen politikai vitánkat. De mégis az egész koronavírus járvány, vagy például mondjuk csak azt az egy példát, hogy mondjuk, hogy amikor a szóhezi csatornán elakad egy nagy hajó, és beáll és leáll a világgazdaság, tehát látszik az, hogy ez a fajta szabadkereskedelmes kapitalizmus, amiben élünk, ez ez hát egy nagyon nagy kitettséget jelent a világ minden pontján, mindenki számára, és hogy so, ennél sokkal rövidebb termelési láncokat kell kilakítani a jövő gazdaságában. Az Európai Unió egyébként helyesen elindult ebbe az irányba. Tehát én igazából most hagyjuk a, a Kína és Magyarország közötti hatalmi politikai viszonyokat. Ez önmagában szerintem egy nem jó irány, hogy mondjuk mi arra rendezkedünk be Magyarországnak az egy stratégia, hogy mi egy logisztikai fő hadiszállása vagyunk mondjuk a, a, kínai, a kínai exportnak. Ez szerintem hosszú távon ez egy ez egy rossz irány. De még egyszer mondom, De ez hogy nem olyan egy adottság, hogy a Magyarországgal kapcsolatban mindig elmondják, hogy mi egy kompország vagyunk, ezért úgy a nyugatnak, úgy a keletnek is kitettek vagyunk. Hát nézze, én erre azt gondolom, hogy én, én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem jó az, hogy kompország. Szerintem Magyarországnak az a jó, hogyha az a, a történelmünkben évszázadok óta meglévő vívódás, hogy mi kelet és nyugat között vagyunk, ez a vívódás lezárul, és mi kikötünk, ez a komphajó kiköt a nyugati parton. És egyébként ez 1990-ben ez egy nagy nemzeti cél volt, amiben mindenki osztozott. Beléptünk az Európai Unióba, ami nem tökéletes, tehát hosszasan tudnám mondani, szerintem az Európai Unió mit csinál rosszul, de az Európai Unió az mi vagyunk, de mi beléptünk. Az emberek elmentek egy népszavazáson, nagyon nagy többség arra szavaztak, hogy ide be akarunk lépni. Tehát ez nem egy, az Európai Uniós tagságunk az nem olyan típusú gyarmatosítás, mint amiről most kapcsán egyébként szerintem joggal beszélünk, mert egy olyan nemzetközi szervezetnek a tagjai vagyunk, amely, amelynek a belső demokratikus folyamataiban jelen vagyunk. Tehát ez egy teljesen más típusú nemzetközi elköteleződés. Éppen ezért azt gondolom, hogy Magyarország ne akarjon kompország lenni, mert, és ráadásul most azzal, hogy a kormány kiprovokálta ezt a vitát e, Kínával, ahol nekünk kételenek voltunk föllármázni tulajdonképpen a, a, magyar közvéleményt, hogy ez egy rossz beruházás, és mögöttünk is áll minden ismert adat, a, a, konzultáció, a közelműkutatások azt mutatják, hogy az emberek nem értik, hogy miért kéne nekünk erre pénzt áldozni. De mindezt, és és ez szerintem egy nagyon nagy felelőtlenség az Orbán kormány részéről egy olyan időpillanatban, amikor nyilvánvalóan válik, hogy az Egyesült Államok és bizonyos szempontból az Európai Unió egy más típusú kínapolitikát fog folytatni. És mi, egy tízmilliós kis népként, aki tényleg minden történelmi helyzetben mindig sikerült a rossz oldalán és mindig megszívtuk emiatt, most tulajdonképpen, mint a Boca két szintányért között, két világhatalom között, az egyik az Egyesült Államok, a NATO-val, és, és egy új külpolitikai ambicióval, van, más pedig Kína, amely nyilván egy más értékrendből kiindulva, de egy nagyon kőkemény gazdasági érdekérvényesítés indított el a világban, és most ki fog alakulni egy konfliktus, és nekünk sikerült Magyarországot ennek a konfliktusnak a közepébe bedobni. Szerintem ez nem jó. Beszéljünk egy kicsit a, belpolitikai viszonyokról. Ugye még néhány hónappal ezelőtt is egy interjúban arról beszélt, hogy igazából minden porcikája ellenzi az, hogy miniszterelnök legyen önből. Aztán mégis megváltozott az álláspontja ezzel kapcsolatban. Milyennek az oka? Hát a porcikáim nem változtak. Tehát azért miniszterelnök jelöltnek lenni az Orbán rendszerrel szemben, majd kormányozni az Orbán rendszer után, tehát azért azt, a, hogy mondjam, ahhoz nagy hazaszeretet kell valakiben, hogy legyen, hogy ezt vállalja. Úgy tűnik, hogy ez bennem van. És még egy dolog, amit nekem főpolgármesterként nyilván mérlegelnem kellett. Én, amikor engem megválasztottak, sokak számára talán furcsa módon, sokak számára szimpatikus módon, de az én mély erkölcsi meggyőződésemből származó módon, én megpróbáltam a kormány partnerségét megszerezni ahhoz, hogy azt a programot, amivel én megnyertem a választást, meg tudjam valósítani. És e, egyáltalán nem volt szerintem kövevésve, hogy ez a, az én ilyen típusú szándékom, ez, 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 ez kudarcra van ítélve, de végső soron mégiscsak úgy alakult a helyzet, főleg a járvány kialakulása, a gazdasági problémák tükrében, hogy a végül a kormány egy másik stratégia mellett el magát. Tehát nem az van, hogy akkor hogy tulajdonképpen elfogadják azt, hogy politikailag Budapest számukra nem elérhető, és tulajdonképpen minket hagynak békén dolgozni, és van egy normális együttműködés főváros és kormány között, hanem kitalálták azt, hogy nekünk ki kell törni a nyakunkat. Tehát, az, hogy... és, és, tehát hogyha, hogyha az lett volna, hogy a kormány úgy áll hozzá Budapesthez, ahogy szerintem hozzá kínálni, akkor nekem, főpolgármesterként nem lenne erkölcsi indokom arra, hogy ezt a kormányt le akarja váltani, vagy ebben én személyesen zászló legyek, hogy ez a kormány megbukjon. De mivel ennek a kormánynak az az álláspontja, hogy hogy a, hogy a fővárosi önkormányzatot lehetőleg a földdel kell egyenlővé tenni, beleértve az összes magyar önkormányzatot, most meg arra nincsen erkölcsi indokom, hogy ezen a kormányon szemben nem mondjam azt, hogy amit tudok, megteszek azért, hogy ezt a kormányt leváltsuk. Tehát ha jól értem, akkor arról van szó, hogy gyakorlatilag a Fidesz kényszerítette úgy sarokba, hogy innen már nincs tovább hova Én ezt nem így meg, de, úgy, de, de, azt gondolom, hogy, 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 az, hogy egy ilyen ellenséges közeggé vált számunkra a, a magyar belpolitika, és amikor azt mondom, hogy számunkra, akkor a magyar önkormányzatokról beszélek, ez nyilván ez más típusú mérlegeléseket adott nekem. Lehetett volna a kormánynak olyan típusú hozzáállása a magyar önkormányzatokhoz és a fővárosi önkormányzathoz is, amiben én természetesen támogatva valakit és az ellenzéki politika részeként megmaradva, de nem lett volna, nem, nem éreztem olyan elköltségkészítést arról, hogy én személy szerint ebben miniszterelnök jelöltként részt vegyek. Igen, de a kormány oldalon ezt a kérdést meg lefordíthatják úgy, hogy ők már egy évvel ezelőtt is például a kormánypárti sajtóban kész tényként közölték azt, hogy ön mindenképpen miniszterelnök jelölt lesz, és hogy mondhatják azt, hogy azért nem volt egyáltalán az első pillanattól kezdve partneri a viszony, hiszen már az első pillanatok kezdve tudták, hogy ön valójában Orbán Viktor kívója szeretne lenni. Jó, de ebből akkor azt következik, hogy nekik, amikor eldöntik azt, hogy Budapestet tönkreteszik vagy fejlesztik, akkor ez egy nem hatalmi kérdés. Tehát akkor, a, a, amit ön feltett kérdés, ebből az következik, hogy ők úgy működnek, hogy tök mindegy, hogy ez jó az országnak, jó a városnak, tök mindegy az, hogy, az, hogy egyébként mi a helyes, az számít, hogy mi hatalmi szempontból mi a jó. Márpedig, pedig, hogyha így gondolkodnak, akkor rá ne számítsanak, bocsánat, akkor, akkor, akkor engem miért, miért tartson vissza bármi, hogy azt gondolom, hogy ezt a kormányt le kell váltani. Hát sajnos ez a helyzet, én örültem volna, hogyha ha nincs, nincs ilyen típusú háborús helyzet, amiben most kialakult a főváros és a kormány között, és egyébként kicsit a fudálma visszatérve. Tehát ne felejtsük, hogy azért ez nem minden indult. Tehát a, mi azért tüntettünk szombaton a kormány ellen, hogy a kormány valósítsa meg azt a beruházást, amit korábban meg akart valósítani. Tehát mi a kormány mellett tüntettünk, pontosabban a kormánynak azon álláspontja mellett, hogy ezen a területen diákváros kell építeni. Ami része egyébként annak az alapmegállapodásnak, amit a ciklus elején a fővárosi önkormányzat egyébként 100%-os közgyűlési többséggel felhatalmazva megállapodás megkötött a magyar kormányjal. Tehát ő tulajdonképpen lehetett volna talán egy normális partneri viszony, és egyébként a magyar közéletnek, meg a magyar, a magyar politikának iszatosan kellene ilyen normális viszonyok. Tehát végül mi, mi abban a különleges, hogy egy jobb oldali kormány, egy baloldali főpolgármester képes együttműködni? Tehát azért ez, 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 nem egy olyan nagy szám. Tehát, hogy mondjam, a normális országokban, ahol, ahol, a politikai hatalmi logika, amit a kérdése mögött úgy meghúzódik, nem ír fölül mindent, az ott ez így működik. És én ebben én, én, tudtam volna a saját programomat képviselő főpolgármesterként a kormány partnerségével ezt a város fejleszteni. De hát ugye erről szó nincs kiderült, hogy akkor mégsem lehet más a politika ebben a kérdésben. Nem, mégsem lehet más a Fidesz, úgy tűnik. Igen. Nem, a politika nem, ez, ez és sokat szokták mondogatni, hogy nem lehet más a politika, de lehet. De például lehet az, hogy van egy, 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 egy politikai társbérlet, egy kormányos főváros között, és képesek együttműködni. Te szerintem ez nagyon sok helyen működik, és én Magyarországot olyan helyé szeretném tenni, ahol ez teljesen magát tud működni. Hát sajnos most nem ilyen ország vagyunk, de ebből még nem következik én azt reméltem, hogy lehet más a Fidesz, ha úgy tetszik a ciklus. hát, ha az van, hogy szembenéznek azzal, hogy, hogy, hogy a Budapest, az, hogy Budapesten Fideszes városvezetés volt, ez tulajdonképpen eddig is olyan megmagyarázhatatlan, hiszen ez a város mindig baráta az országos átlagtól, de úgy tűnik, hogy nem ők akartak megváltoztatni, nem, nem tudtak változtatni a politikájukon. Ez kicsit olyan, hogy hogy akkor meghosszabbítjuk bicskéig. Tehát nagyjából ugye mindenre ez a válasz. Azokra a pusztényezőkről már beszéltünk, amelyek oda torkolottak, Milyen. hogy ö, miniszterelnök ö, jelölti versenybe beszáll, de arról nem beszéltünk még, hogy voltak-e olyan szereplők, vagy voltak-e olyan okok, amelyek a másik oldal mellett szóltak, hogy ne el. Volt esetleg olyan, aki próbálta akár az ellenzéki politikusok körében lebeszélni erről a kérdésről? Nem. Aki ennek nem örül, az, azon nem szoktam ilyenekről beszélgetni. Nyilván van olyan, aki ennek nem örül. Gyurcsány beszélt például. Erről nem beszélgettem vele. A, viszont nagyon sokan meg nagyon, nagyon biztattak. Tehát, és itt nem csak azok a pártok, akikkel én szoros szövetségben vagyok, hanem nagyon sok ember. És amikor végül elindítottam a miniszterelnök jelölti kampányomat, ezzel pár indítottam elindítottam a 99 mozgalmat, és számomra is meglepő volt, hogy az első telefonhívás, az első e-mailre milyen sokan álltak az ügy mellé. Ebből látszik az, hogy van egy olyan várakozás az én személyemmel kapcsolatosan, ami, ami, úgy tűnik, hogy kell, ö, vagy amire szükség van az ellenzéknek. Az, hogy az, hogy az ellenzéki szavazók majd hogyan döntenek, hogy ki lesz az ellenzék vezetője, ö, ez, 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 nyilván még előttünk van. Tehát én az előválasztás egyáltalán nem tartom egy, egy lepacsizott küzdelemnek, mint ahogy azt sokan állítják. Nem, ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdemes és nemes versengés lesz, ahol nekem nagyon keményen majd meg kell küzdenem ezért a miniszterelnök jelöltségért. Kitől tart igazán? Senkitől. Tehát ő, én, 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 én úgy vagyok vele, hogy, hogy én nagyon régóta előválasztáspárti vagyok, és nem csak akkor, amikor, amikor én jelöltként mondjuk megjelenek egy versenyben, hanem akkor is, amikor amikor, amikor, amikor személyesen nem voltam ebben érintett. Tehát én azt, azt látom, hogy Magyarországon a politikai küzdelem az nem, nem egy ilyen, hogyan győzi le el az ellenzéket a, 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 ellenzék a kormány típusú küzdelem, ennél szerintem más a tét, mert hát egy mert egy egyre inkább a demokráciától eltorlódó hatalmi elittel szemben küzdünk, és éppen ezért azt nagyon világossá kell tenni mindenki számára, a pártoknak és a választóknak is világosan kell látniuk, hogy ez a küzdelem arról szól, hogy az emberek visszaszerzik -e az országukat. Én Budapesten ugyanígy éltem meg a választást, tehát én, én nem, nem, az én sikerem volt ez, hanem a város a állt, és azt mondta, hogy nem. És valamire pedig azt mondta, hogy igen. Tehát az előválasztás az arról szól, hogy a változás nem a pártok ügye, nem a politikusok ügye. És ez persze általában is így van a politikával, tehát általában vélemény is azt gondolom, hogy a politika az, az nem a politikusokról kell, hogy szóljon, de itt és most Magyarországon a változás az nem az ellenzéki pártokról kell, hogy szóljon, hanem azokról az emberekről, akik kárvalotja a, ennek a politikai rendszernek, és szerintem a társadalom elsőkör többsége ezek közé tartozik. Az lehet, hogy valójában nem lefutott verseny, hogy ki lesz a, a zorvánás koalíció vezetője, mint ahogy a sokszor ugye a kormánypáti sajtóban lehet róla hallani, de azért ellenzéki oldalról is érkeznek kritikák, hogyha az egyéni körzeteket nézzük. Például pont a tegnapi napon Hatházi Ákos tett közé egy, egy Facebook bejegyzést, amelyben kifejezetten azt nehezményezte, hogy nagyon sok választók kerületben már az ellenzéki pártok gyakorlatilag megállapodtak egymással, és hogy nagyon sok a visszalépés, és hogy nem, nem lehet azt mondani, hogy mindenhol igazi verseny zajlik. Ez ön szerint káros? Én azt gondolom, hogy... Öm, az, hogy 106 választókerületben a legjobb jelöltet megtaláljuk, ez egy nagyon fontos elv, de vannak olyan választókerületek, ahol, ahol azért nincsen érdemi verseny, mert mindenki ugyanabban a személyben gondolkodik, tehát lesz néhány hely, konkrétan egy jelölt lesz. De azért ezek, 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 olyan, olyan kivételek, amik az a szabályterősítő kivételek. A legtöbb helyen szerintem nagyon komoly verseny lesz. Tehát, és ezek a visszalépések, ez elsősorban nem arról szólnak, hogy ne legyen verseny, hanem pont arról hogy érdemi verseny legyen, ugyanis a hat párt annak idején azt a döntést hozta, hogy az egyéni választókerületekben ott egy relatív többség, egyfordulós rendszer van, tehát hogy tulajdonképpen nincsen második forduló, vagy nincsen több szabadatos rendszer, és most ezt a döntést én adottságként tudom csak értelmezni, nehezen érvelnék mellette, de ez egy döntés. Innentől viszont, az van, hogy, hogy nem tudom, tíz jelölt indul egy ilyen ö, választáson, egy, egy választókerületben, akkor, akkor sokkal kevésbé lesz érdemi verseny, mint hogyha két-három jelölt érdemi támogatottsággal összeméri az erejét. Tehát bármilyen is furcsa az, hogy egy, ezt a döntést hozták a pártok, hogy ez a verseny szabálya, ennek a szabálynak azt felel meg, hogy, hogy, hogy koncentrálódnak a jelöltek, és hát így nagyon érdekes és izgalmas küzdelmek lesznek. Bizonyos szempontból ez a visszaléptetés, vagy az, hogy kevesebb jelölt van, egy kicsit visszafogott abba a mezőny, ettől még élesebb lesz a küzdelem, úgyhogy azt gondolom, hogy senki nem dőlhet hátra. A nagy különbség az az egyéni választókörzetek és a miniszterelnök jelölt kiválasztásának metódusában, hogy ugye az egyéni körzeteknél csak egy fordulóról beszélhetünk, Igen. a miniszterelnök jelöltek esetében két forduló. Igen. El tudja képzelni az, hogy ennek ellenére mégis lesz olyan, aki esetleg visszalép már a, akár a másik forduló előtt? Taktikai okokból hát én, én... Én nem tervezem ezt, és másnak sem javaslom, van egy lehetőségünk arra, hogy a két formulós rendszer arról lett kitalálva, nem csak itt, mindig is, tehát a 2010 előtti magyar választási rendszer is így működött, hogy, hogy legyen egy olyan jelölt, aki, 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 hát tulajdonképpen a legkevésbé megosztó jelöltet tudjuk kiválasztani, erről szólnak ezek a technikák, a miniszterelnök jelöltség kapcsán ez, ez egy lehetőség. Én azt gondolom, hogy minél több jelölt végigcsinálja a kampányt az első fordulóban, annál több tartalom, annál több érdekes vita, annál több inspiráció, annál több, 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 több jövőorientált gondolat fog az előválasztási kampányban megjelenni. És a második forduló pedig garantálja azt, hogy, hogy ne az legyen, hogy akkor a sok-sok relatíve kicsi támogatottságú jelölt közül valaki 1-2 százalékkal elviszi a, a, az elsőbséget, hanem a második körben Ugye azoknak a jelölteknek a szimpátiáját is meg kell szerezni, akik az első fordulóban indultak, de a másodikban nem jutottak be. Tehát én nem adok senkinek tanácsot, mert nem szorulnak rá. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha mindenki még az első fordulót, és aztán utána az első fordulón ismeretének tükrében dönt arról, hogy kit nem volt a második körben. Az elmúlt hónapokban megjelent közvéleménykutatások széttartóak az adatokban, azonban abban mindegyik egységet mutat. Hogy nagyon szoros választási küzdelemre készültünk 2022-ben. Most a két tábor azok nagyjából Igen. hasonló erőviszonyok vannak. Elemzői konszenzus az is, hogy gyakorlatilag a bizonytalan választópolgároknak a megszólításával lehet majd egyik vagy másik oldalon sikert elérni, és kormányzó többséget. Az ellenzéki miniszterelnök jelöltek, vagy hát miniszterelnök jelölt aspiránsok között mindenkiben ugyanolyan fajta potenciál van arra, hogy a bizonytalanokat is megszólítsa? Hát ezt egy elemzőnek kéne föltenni ezt a kérdést, nyilván Ön nem is nem erről. van, van erről véleményem. Én azt tudom mondani, hogy, hogy, a, van az előválasztásnak számos előnye mellett, van egy sajátossága. Ez pedig azt, hogy valójában azok döntenek, az azok az elkötelezett ellenzéki szavazók döntenek a jelölt személyéről, akik valójában már rég döntötték, hogy ezt a kormányt le kell váltani, és döntenek arról a szeméről, akinek az lenne a dolog, hogy a bizonytalanokat megszólítsa, hiszen a bizonytalanok nem fognak részt venni az előválasztáson. Ez sokak számára egy ellenérv az előválasztással szemben, én nem tartom az ön ezek közé. Azért nem, mert én azt gondolom, hogy azok az ellenzéki elkötelezett szavazók is, akik elmennek szavazni, azoknak egy nagyon jelentős része, szerintem a többsége nem csak azzal a szemmel nézve a jelölteket, hogy neki ki a legszimpatikusabb, hogy ki az, aki legjobban az ő hangját képviseli a politikában. Hanem azt is nézik, hogy ki az, akivel meg lehet nyerni a választást, és ki az, akivel utána kormányozni lehet. Tehát az én, az én hozzáállásom éppen ezért egy olyan kampányt eredményez, amiben nincsen előválasztási kampány, meg az előválasztás utáni nagy kampány. Tehát én végig ugyanazt fogom képviselni, és én végig a bizonytalan szavazóknak beszélek tulajdonképpen. Én nem csak azért, mert ezt olyan nagyon jól kitaláltuk, és akkor megmértük, és úgy tervezőasztalon megterveztük, hanem mert én őszintén hiszek, hogy az, aminek, amire Magyarországnak szüksége van, az kívül van az ellenzéki buborékon is. nyilván változásra van szükség, és én nagyon-nagyon én, én elkötelezett vagyok abban, hogy 22-ben változás legyen, hiszen a porcikáim ellenére mégiscsak a, az elkötelezettségen felülírta ezeket a személyes szempontokat. És az, én azt gondolom, hogy Magyarországnak a legfontosabb dolog, amire szüksége van, az az, hogy újraegyesítsük az országot. Méghozzá két szempontból. Egyrészt ebből a háborús pszichózisból próbáljunk egyszer kikecmeregni, tehát hogy ezeket a állandóan a társadalmat megosztó témákat, ezeket, ezeket hagyjuk a francba, már bocsánat, és a másik pedig az, hogy az, azok az elképesztő jövedelmi, meg más társadalmi egyenlőtlenségek, amik kialakultak az elmúlt években, ezeket csökkenteni kell. És szerintem Magyarországnak ez a jövője, egy, egy összetartóbb társadalom, és azt is tudom, hogy a bizonytalan szavazók nagy többsége egyébként valami ilyenre vágyik. Tehát én ezt fogom képviselni az előválasztási kampányban, és az ellenzéki szavazóktól azt kérem, hogy ne csak azt nézzék, hogy ki az, aki, aki már két nap múlva elviszi Mészáros Törincőt börtönbe e, a választás után, hanem azt is nézzék, hogy ki az, aki akivel meg lehet szólítani a bizonytalanokat, és ki az, aki egy olyan jövőképpel érkezik, amivel meg is lehet nyerni a választást én azért is utaltam erre, mert hogy több interjújában is hangoztattam már ezt, hogy missziójának tartja azt, hogy egységesíteni lehessen egy ennyire polarizált és megosztott nemzetet. De valóban tényleg minden ellenzéki aspiráns ugyanolyan szinten alkalmas erre a feladatra. Hát ezt kell eldönteni az előválasztáson résztvevő szavazóknak, és azt biztosan tudom mondani, hogy én, hogy én nagyon hiszek abban, hogy Magyarországnak erre van szüksége, szerintem ezt meg lehet csinálni, szerintem lehetne Magyarországon végre egy olyan egy olyan fordulat a politikában, amikor, amikor ezeket, a, ezeket a nagy politikai lufikat, amiket fölfújt az elmúlt 30 év, ezeket szépen leeresztjük, és arról szól a politika, amiről szólnia kell. Tehát nem a méletünk szól a politikáról, hanem fordítsuk meg, a politika szóljon a méletünkről, és legyen Magyarországon az a politikai viták tárgya, hogy mi az ideális felső adókulcs, mondjuk, hogy hány, hány milyen típusú bruttó bér fölött várható el, hogy valaki egy kicsit nagyobbat tegyen bele a közösbe. Ez egy jó vita. Ilyenekről kéne vitatkozunk. Igen, de nagyon sokszor elhangzik ez kritikaként, hogy gyakorlatilag az ellenzéki politizálás az elmúlt tíz évben Magyarországon inkább technikai, mint tartalmi kérdésekről szólt volna. Azt akartam még megkérdezni öntől mindenképp, hogy amikor főpolgármesterei választották, utána ki nevezte ki Tallós István főpolgármestert, ö, korábbi főpolgármestert, ha miniszterelnökké választanák, Orbán Viktor milyen kitüntetést kapnak? Provokatív kérdés. Egyrészt én nem Tarlós Istvánt ö, neveztem ki, hanem javasoltam a közgyűlésnek a két előző főpolgármester diszpolgári kinevezését. De abban mégis benne volt egy szándék a megbékélésre. Benne volt, benne volt, benne volt tehát, és nem csak a megbékélésre. Ennél egy kicsit pontosabb, mert a megbékélés az mindig azon alapulhat, hogy méltányosak vagyunk egymáshoz. 30 évig volt önkormányzati vezető Budapesten, nem lett milliárdos, a sem lett milliárdos, az édesapja sem lett milliárdos, és nem, dob nem rombolta le a demokráciát Magyarországon. Sajnos, Orbán Viktorok, ez nem érvényes. Tehát ő azt gondolom, hogy a következő kormánytól nem kitüntetést nem fog kapni, hanem hát sajnos azt kell mondnom, hogy végig kell néznünk azt, hogy az ő család, hogyan lettek milliárdosok. És ez nem egy fenyegetés a részemről, tehát nem arról van szó, hogy a politikai ellenfelemmel szemben büntetőjogi eszközöket akarok mondani. Egyszerűen arról van szó, hogy éppen azért vállaltam a miniszterek jelöltséget, és éppen azért érzem azt, hogy van -e erkölcsi kötelességem ennek a kormánynak a leváltásával, mert ennek a kormánynak a feje sajnos eljátszotta mindannyiunk bizalmát, és a kormány teljesítményét csak a családtagjainak a vagyonosalásában lehet igazából lemérni. Semmi másal sajnos nem tudok felhozni mellette mentségünk főpolgármester úr, még egyetlen mondatot beszéljünk arról a mozgalomról, ami akkor, amikor bejelentett a miniszterelnök jelölti indulását, akkor, mint támogató mozgalom ön mellett megjelent, ez a 99 Igen. mozgalom volt. Ugye annak idején a demokratikus koalíció is egy olyan ambícióval lépett fel a magyar pártpolitika egén, hogy valami fajta ernyőszervezetként az Orbán ellenes világot egyesíteni akarja. Van ilyen célja a mozgalomnak? Ennek a mozgalomnak az a célja, amit állít magáról, nem több és nem kevesebb, és azért ez nagyon sok. Mégpedig az, hogy legyen egy olyan szervezet, amely, amely a pártokhoz csatlakozni nem akaró emberek számára, mennyitja a politika formálásának a lehetőségét. Tehát én én, én, én nagyon büszke vagyok erre a mozgalomra, nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen, ilyen sokan első szóra tényleg, ahogy már említettem, hogy csatlakoztak el, ez egy nagyon különböző emberek, de, de értékel kötelezett emberek, akik hisznek valamiben. Ezért azt gondolom, hogy a, a miniszterelnök előtti kampányban, az országgyűlési kampányban a mozgalomnak nagyon nagy szerepe lesz, és, és, és akkor utána is biztosítani fog egy lehetőséget arra, hogy hogy akik a pártpolitizálástól egy támoságot akarnak tartani, azoknak is legyen hova becsatlakozni. Nem akar a 99 mozgalom alakulni, és nem akarja elszívni a levegőt más politikai formációk elől, egyszerűen valami pluszt ad. És ez azért nagyon fontos, mert szerintem ma a hazánk olyan helyzetben van, a 2022-es választás egy olyan politikai, hogy olyan útálágazódás, hogy ezt a szép magyar szót használjam, amit a politikai nyelven olyan sokat szoktunk, ahol azért azért nagyon, nagyon messzire menő következményei lesznek, hogy az ország melyik utat választja. És ebben a helyzetben, amilyen állapotban vagyunk, amilyen, amilyen mértékben túlpolitizált az életünk, nagyon nehéz a magyarország állampolgárainak, egyszerű magánembereknek lenni. Egy kicsit mindenkinek politizálnia kell, és aki nem akar pártban politizálni, annak itt van ez a mozgalom, és már 50 ezeren környékén vannak a csatlakozók száma. Tehát, hogy mi szeretnénk ezt a mozgalmat megszervezni, megtartani a vidéki, települési szinten is életet vinni a helyi közéletben, azért, hogy a, azt a változást, amit, amit, amiben mindannyi hiszünk, ezt tudjuk képviselni a pártokon kívüli szervezetben is. Igen, de az ellenzéki oldalon az elmúlt tíz évben azért nagyon kiélezett küzdelem folyt, amiatt, hogy végül ez a fajta konstrukció, mint ellenzéki összefogás, ez létre tudjon jönni, és ezt a különböző ellenzéki pártoknak a vezetői elfogadják, és egységesíteni lehessen ezeket a különböző pártokat, annak érdekében, hogy, hogy tényleg esélyes kívói legyenek a, a fideszes világnak. Nem kellene 2022 után valamilyen mesterséges módon mégiscsak egyszerűsíteni a pártpolitikai térképet. Van még szükség ennyi pártra, amikor igazából az érdemi különbségeik nem igazán látszódnak ma már. Hát ma már nem látszódnak, abban az értelemben nem, hogy ma már szerintem nem ellenzéki pártok vannak, hanem ellenzéki szavazók, akik így, így, hogy mondjam, közlekednek a különböző pártok között, ezt azért lehet látni. Ezt a kérdést szerintem nyilván föl lehet tenni 22 után. Én, én hogy is mondjam, én nem tartom ezt a legfontosabb belpolitikai kérdésnek. A kormányzás a közös kormányzás tanítása szempontjából azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe lesz ennek a hat pártnak, a frakcióvezetőinek, illetve annak, hogy hogyan lehet majd azt a szolidaritást, amit, amit nagyon erősen ki fog majd kezdeni az élet a kormányváltás után, hiszen a Fidesz nagyon sok pozícióval rendelkezik a parlamenti többségen kívül helyeken is borzasztó nagy viharok között kell majd kormányozni közösen. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy azok az emberek, akik az ellenzék színeiben bekerülnek a parlamentben, hogy ott, hogy ott ne legyenek téglák, tehát hogy ott, hogy, ott, hogy, ott, hogy, ott, hogy ott tudjunk jól együtt dolgozni. Hogy a pártok világában ez hogyan, hogyan képződik le, például az, hogy hogy hogyan alakul az ő pártoknak a helyzete, hogy egy kicsit a saját világomról ö, is beszéljek. Hogy az volt NMT ilyen jellegű az elempés a párbeszéd közelebb? Hát ez, ez, ez egy felvetés volt, én ezt továbbra is tartom. Lehet, hogy ez le fog egy kicsit majd ülepedni, ez a kérdés, de azt gondolom, hogy a pártok ügyeinél sokkal fontosabb az ország. Ugye tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon elcsépelt és, és és vitatható, vagy populárisan tűnő mondat, de tényleg ezt gondolom. Tehát, hogy most ez a hat párt összefogott, ez szerintem fontos átadta a végső döntést a választópolgároknak, hogy ezek a pártok hogyan futnak neki a választásoknak. ezekből a pártokból fog állni a következő parlamenti többség, ha megnyerjük a választást. Hogy utána a pártokkal mi lesz, ez nyilván fontos kérdés a párt vezetőknek, bizonyos szempontból persze nekem is, de mint potenciális miniszterelnök engem az érdekel, hogy azzal a azokkal az emberekkel, akik, akik, akikkel visszük a parlamenti többséget, ott megmegyen a szolidaritás, és hogy ki tudjunk tartani a nehéz időkben is, és csináljunk aztán fantasztikus dolgokat. Karácsony Gergely főpolgármesternek, miniszterelnök jelöltnek, jelölt jelöltnek, köszönjük <laughs> szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi média felületeken. Jövő héten újra találkozunk a viszontlátásra.